A rovat támogatója a Menedzser Szövetség, legyen divat a női vezető kampánya. Óhidi Zsuzsanna, a Madame Tussaud Budapest operatív igazgatója is csatlakozott a Menedzser Szövetség legyen divat a női vezető kampányához. Zsuzsan, mi a csapatotok és mi az üzenet, amit szeretnétek átadni? A mi csapatunk neve Women in Spotlight, nők a reflektorfényben volt, és a szlogenünk pedig higgy az értékeidben, és az megcsillan a reflektorfényben. A csapatunkban jellemzően a kommunikációs iparák különböző területein tevékenykedő nők jöttek össze, és ugye mindannyiunknak fontos missziója az, hogy láthatóvá tegyük a sikeres, arra méltó nőket. Én a Menedzser Szövetség elnökségének tagjaként nem volt kérdés, hogy csatlakozom a kampányhoz, az pedig, hogy pont ehhez a csapathoz társulok, pedig a Madame Tussaud Budapest miatt nem volt kérdés, hiszen itt rengeteg arra méltó nő került reflektorfénybe. Az életedben most volt egy hatalmas és nagyon izgalmas váltás. A Márpád Média után megérkeztél a Madame Tussaud Budapesthez. Hát nem is kérdezem, hogy miért hoztad meg ezt a döntést, mert ez az egész, ami itt van, fantasztikus, amit létrehoztatok. Neked mi volt az a hívó szó, ami miatt azt mondtad, hogy igen, én most mást akarok csinálni? Én egy évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy mintegy 20 év után elköszönök az akkori munkahelyemtől, amit egyébként nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok mind a mai napig, hogy ott tölthettem ilyen tartalmas és fantasztikus időt. Viszont a megkeresés nagyon érdekes, nagyon izgalmas volt, és ugyanez egy másik iparág, rengeteg a hasonlóság, hiszen itt is van egy fantasztikusan erős márka, ugye a Madame Tussaud brand, úgyhogy itt is vannak külföldi partnerek, és itt is a tartalom az nagyon sokat ad az embereknek, elképesztő minőséget képvisel, és szórakoztat. Te vagy az a nő, aki szerintem órákig tudnál beszélni az itt látható szobrokról, a kiállítás egészéről, de mi az, amit mégis a legexkluzívabbnak találsz, a legizgalmasabbnak, amellett, hogy ugye nagyon-nagyon magyar vonatkozású, magyar vonatkozásokat teli. Mondják, hogy az ördög a részletekben rejlik, nálunk a csoda rejlik a részletekben. Rengeteg kézműves munka köszön vissza. Művészek százai dolgoztak valóban azon, hogy ezek a termek így nézzenek ki, fafaragók, ólomüvegművészek, rengeteg kézműves mester adott hozzá ahhoz, hogy ilyen gazdag látványvilágú és valóban fantasztikusan csodaszép tereket találnak a látogatók, amik ugye elképesztő gyönyörű környezetet adnak a mi 51 viaszfiguránknak. Hát a másik pedig, hogy olyan szívet melengető magyarnak lenni, mondjuk a Haussmann csarnokban, és büszkének lenni Petőfire, Szent Istvánra, Széchenyire, szóval tényleg nagyon gazdag múltunk egy-egy elképesztően fontos pillanatát mutatjuk meg és idézzük fel a kiállításon. A mai életünk elképesztően pörgő, hogy úgy fogalmazzam, meglehetősen dús tud lenni. Mi kell ma ahhoz, hogy egy múzeum, egy kiállítói tér elérjen az emberek szívéhez, lelkéhez, érzékeihez? Mi az, amire vágyik a közönség? Élményt kell adni az embereknek, mi ebben hiszünk, és ezt is igyekeztünk itt megteremteni. Rengeteg játékosság van mi nálunk, tényleg kipróbálhatsz bármit, oda lehet menni a figurákhoz megtapogatni, tényleg emberi hajakat, emberi arcszőrzetet fogsz érzékelni. Ez nálunk a szórakoztatás, a kapcsolódás lehetősége, amit mondom még egyszer, tényleg az élmény maga fog össze. Négy része a csillogásnak. A műsor támogatója a Madame Tussauds Budapest.